Sziasztok fiúk, lányok, üdvözöllek titeket! Ez a Ládanyító sorozat 29. részének a második fele, ugyanis a tegnapi nap folyamán föltettem az első felét. Ha azt esetleg nem láttátok volna, itt az információs résznél megtekinthetitek a tegnapi epizódot. És hogy mi fog ma történni, ma végre megcsináljuk a kihívást, amit tegnap mondtunk, tehát ahány legendegit nyitok, annyiszor 2 másodperc áll a barátnőm Anna rendelkezésére, hogy kisminkeljen, úgyhogy akit érdekel a sminkelés, mindenképpen tartson velünk, akiket meg a ládanyítás, azok is. Jó szórakozást! Kalóz Trikit a kicsi pumpából köszönöm neked is, hát amint látjátok, tudjátok mi fog következni, úgyhogy én már nem is sorolom, nyissuk ki. 2010 arany. Elit barbert használsz talán, inkább? Mint Teslát, inkább, én úgy láttam. Hát, itt meg nem tudom. Hát, Fireball gyakoribb. Legyen most az. És lesz Legendary. Egyértelmű, hogy Pekkát választok. Szerintem ezt akartad is, hogy így legyen. Hogy legyen benne Pekka. Ó, hát Magic Archert fogok. Lehet, hogy használni nem igazán fogod. De hogy meg lesz, az tuti. Úgyhogy... gratulálok a Magic Archerhez ebből a chessből, kár, hogy képet nem fogok tudni küldeni most róla a Facebookon, de majd valahogy megoldjuk. Classic Challenge is van itt, köszönöm. Oké, ez olyan oké volt, oké egynek. Így gyűlik a következő Magical Chest-et, hajrá, egy gárccal még hozzá tudtam járulni. Itt egy picit Magical Chest-et bepakolunk, és itt van még egy, úgyhogy köszönöm szépen, ez elég király így összességében. Hát jó lenne ebből is egy Legendary most már. Rare legyen. Á, 15 volt még kevés. Még 10 rare lesz. 12. És a végén 4 darab Hunter. Szia kedves Harambe a Hungarian Life-ból. Éppen úgy látom, hogy meg lett neked a challenger-et, hiszen 4000-en voltál, vagy nem lett dörösztél kifejezetten ebben a szezonban. Ez igazából a chess szempontjából majdhogy nem lényegtelen. Köszönöm szépen, így is jó lesz ez Challenger 1-esként szerintem teljesen, és hát remélem lesz benne valami. És én már érzem, hogy lesz, úgyhogy ne aggódj. Mindenképpen meg a Minion, és ott is a Legendary. Witch-et fogok választani inkább előbb, mint a másikat, de szerintem mindenki így döntött volna. Illetve két counter egymásnak, de hát egyértelmű, hogy Electrovizardot választok, a kettő közül is azt választanám, illetve duplán, mivel így mehet level 2-re. Gratulálok hozzá, kedves Harambe. Ez remélem így örömre ad okot neked, de hát biztosan, hiszen jó kis Electrovizard sose rossz. És még itt egy Magical Chested van, úgyhogy még ezt is kinyitom, ha már itt vagyunk. Ebbe akár lehetne, csak a Camon találtam kevésnek. Csak az se. Pekka, és 4 darab Rage, tehát nem akarta beadni, pedig simán megtehette volna. Szia kedves Maki! Verem. Direkt hagytam ekkora szótag különbséget. Ugyanis a BMG Royale 2-be vagy, és egy Super Magical Chest-et hoztál nekem. Így Naturba, úgyhogy Alanatur, ezt az egyet fogjuk kinyitni nálad. Most itt azonnal. Szóval ne húzzuk az időt, srácok. Hog. Flying. Jó, Dagze! Sok Walkire. Lightning. Oké. Na, kicsit féltem, de kár volt. Ugyanis itt egy újabb villogó Lega jelző. Ez az. Lássuk, melyik Legendary-t kapod. Sparky, jó. Level 2-re fejlesztheted, úgyhogy ha használod ezt számodra, egy jó előrelépési lehetőség. Ha meg nem, akkor is jól néz ki, úgyhogy örülök neki, hogy jó kis legát tudtunk belőle nyitni. Hello sportsztárok YouTube a lazackákból. Köszönöm szépen ezeket a szépségeket. Remélem azért tudunk belőlük összegittyenteni valamit. Legalábbis én bízom benne. Kezdjük az Ice Spirit-tel. Oké. Hát innen úszott a lega, már látom. Kár érte. Miért 9-et ad? Nem is értem. Legyen akkor a Wizard inkább. És hát ugye epik a vége. Inkább Poison-t használtál, bár egyiket se nagyon, na mindegy, gondolom lehetne más is.
Ma nem is voltál itt, és ugye a Beltnéd Draft Chestet 9000-ért. Jó vicc, igen, nagyon jó vicc. Egy darab Freeze innen már is van. Szerzünk egy kis goldot. Nyissuk ki a Clan Chestedet, az is van, tök jó, ezt nem láttam az előbb. A rare kártyákat, hát ez csupa rare volt, és most lesz a Kamen a végén. 3 darab Prince és 240 Archer. De ez megint hogy dobálta ki, tehát végig látjátok a rareket. Itt is, itt is, itt is, itt is, és itt is. Megint ez van. Tényleg hihetetlen. És akkor a végén boom a Legendary Chest. Lássuk, hogy mit nyitunk belőle. Oké, okay. It's oké. Okay. Nem mondok semmit. Itt vagyok Drag W-nél a Cancers klánból. Egy darab Draft Chestet látok a questben, nem tudjuk mi van egyelőre. Úgyhogy ezt az egyet fogjuk kezdésként kinyitni. Még mindig az app-el jársz jobban. Ah, lega az úszott. Így. Furnace inkább. Rocket. Az viszont szerintem jól jön. Na meg a gólem is. Ú, én is e körül járok, de 10 gólemért ölni tudnék jelenleg. Úgyhogy ezzel te most elég jól jártál. Nem tudom, kinél vagyok. Fordítsátok le nyugodtan, mert én nem tudok így ezt a betűtípust nem tudom elolvasni. És köszönöm szépen a rengeteg finomságos chestet. Úgy látom, itt KGM jót érzett közbe a cseten. Nem baj, mi is jót fogunk remélem a chestektől. Vagy azoknak a látványától, hogyha valami jó legát nyitunk belőle, ez majd mindjárt kiderül. Azt a buta, mennyit szedtél össze nekem, de tényleg, köszi. Ez nagyon durva. Pekka, Ice Spirit, jó adag Zep. Hát most azért gyűjtögetted ezt egy ideje, így érzéseim szerint. Szóval köszönöm, hogy megvártál velük. Hát ez elég impozáns, ahogy mondani szoktam, és most is mondom. Giant. Ezt nem tudom. Á, kevés volt a Kamen, kár. Amúgy nem is számoltam, 3 Dark Prince. Ez jó, ahogy eddig halad. És jöhet akkor a sima Magical. Lássuk. Csak Kamen volt. Áj, keveset adott. Túl keveset, Ice Golem el így benyomta. És 3 darab Poison. Hát ez olyan, oké, ez ilyen volt. De most tényleg mindenféle chest van, ami létezik, kivéve az Epic Chesten kívül szinte minden volt. Tehát volt Giant, Magical, Super Magical, és azt hiszem a Legendary is, igen. Tehát így Clan Chest, tehát minden volt így sorrendben, mindenből egy. Tök jó, nagyon örülök neki, úgyhogy tényleg én az ilyeneknek örülök a legjobban. Ha nem egy darab chestet adtok, hanem így rendesen megszórjátok ezt a chest listát. Tudom, sok idő, sokkal több idő összeszedni, de higgyétek el, megéri aztán viszont látni ezt a sok szépséget egyben. Egy bandit. Az mindig jó. Mindig jó. Most sem lesz másképp, főleg mivel új kártya neked. Szerintem ez abszolút örömre ad okot. Úgy még mennyi quested volt, a Lightning chestedbe gyűjtünk egy picikét. Amit csak tudunk, és igen, itt van akkor a Lega Chest, úgyhogy bum, még egy Legendary, lássuk is, hogy melyik. Lambi. Ez se volt meg, hát királyság. Akkor ez így duplán jó neked most. Szabi 0123 a magyar e-sportból, ez a klán neve. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és nyithatok nálad egy draftot. Illetve hát látjátok, még van más is, úgyhogy meglátjuk azokkal, mihez kezdünk. Nem biztos, hogy én most ki szeretném neked gemelni az Epic Chestet, ugye abból úgyse tudunk legát nyitni. Úgyhogy az annyira nem is izgalmas ládanyítás szempontjából, hogy kinyissuk. Aj, most ebbe se lesz lega, elszomorodtam, srácok. Fireball az van. És Baby Dragon, amit inkább használsz, legalább ez most jó lesz, hogyha nem is lega. És itt pedig gyűlik, igen, Mega Minion-t használsz, ez valami Pekkás deck, Pekka Mega Knight combo, az igen. Nem rossz, nem rossz. Nagyon drága deck, de amúgy, hogyha le tudod tenni ezt a két kártyát, akkor elég nehéz megállítani. Na lássuk ezt. Hát ez megint így fejhullatós Magical Chest, ugyanis nincs benne lega,
4 Poison viszont volt. Szabi Vok, hello! Csá, Szabi, hello! Üdv itt a videóban. Köszönöm, köszönök mindent. Ezt mindig el szoktam nektek mondani, mert tényleg nagyon hálás vagyok, hogyha tudok szépségeket nyitni. És tényleg mindenkinek köszönöm, aki megbízik bennem és odaadja a cseszteket. Meg még egy SMC is, az igen. Hát ezzel már jó érzéssel nyúlunk bele a dolgokba. Azt kell, hogy mondjam. Hát a Giant az olyan, amilyen talán azért fejleszthető kártyák azok vannak benne. Ebbe, hogy lesz-e Lega, ez egy nagy kérdés, mert nem vagy olyan magas arénában, és unlockolt az Ice Golemet, meg a klont. Úgyhogy így már egy kicsit necces a szitu. Kicsit. De nem állított meg minket, ugyanis itt a legendary. Jól van, nagyon jó. Kicsit aggódtam. Kár volt aggódni, ugyanis egy darab log, ami nem volt meg. Ez az. És nyitunk neked még egy legendary-t. Ugyanis itt van még egy legendary chest. Vagyis volt. Lássuk, hogy mi sül ki belőle. Úgy gondoltam, hogy ez is új Lega lesz, de legalább kettővel is bővültél. Szia Noel, a Hun.Power Miniből köszönöm szépen a Challenge 2-es draftot. Ráadásul nem voltál azért messze a 4600 kupától sem, úgyhogy hajrá itt tovább, hát ha ebben a szezonban meg lesz. Fogok vetni egy pillantást a deckedre, hogy mit használsz meg, azért elég magas kupaszámról beszélünk ilyenkor. Ebbe lesz Lega azért. Hetve a Tombstone, amit azért használgatsz. Itt inkább Witch-et választok, bár igazából egyik se hoz lázba szerintem. Inkább Graveyardot választok, hiszen a Lava Hound lehetne. Basszus, most ilyenkor mi van? Most ne! Ilyenkor a graveyardot adja hozzá, vagy a másikat? Az igen. Az igen! Újra folytatja a chestet! Tudom, hogy graveyard. Csak most már válasszuk ki. Az komoly, srácok! Az legalább ebben működik. A többi chestben miért nem működik ilyen? Hogy innen folytatja a chestet. Na ilyenre még sose volt példa, de legalább ezt is kiderítettük együtt. Bocsi, hogy itt betrókodtam, vagy beléptél, vagy nem tudom, de megcsináltam, úgyhogy köszönöm. Szia, Mate harcos a magyar Kalóz 6-ból, és egy Super Magical-lel járulsz hozzá, illetve van egy Legendary Chest offered is, de 14 gemből ezt nem fogjuk tudni finanszírozni, úgyhogy ez most kimarad. Cserébe bízom benne, hogy a Super Magical-ből abból biztos lesz, és a Legendary King Chestből is beficcem valami jóság, ebbe biztos vagyok. Az igen, Legendary King Chest, ami ma még nem volt. Nézem a decked, egy Elite Barbar Rage Pekka kombót kell majd nekünk figyelembe vennünk, amikor nyitjuk az LKC-t. Mindjárt sorra kerül, előtte azonban ő van terítéken, és nagyon szépen köszönöm, mert ezek elég ritka chestek ahhoz képest, még szerintem ebbe lesz Lega. Ilyen nincsen. Ma nagyon szemetek a Super Magical chestek, azt remélem látjátok. 19 Lightning. Bár igen, értem, ekkor a kupán nem mindig adja be, de azért hát nem jól esett volna a lelkünknek, hogyha kettő van itt. Igazából itt mindegy, de barbárt kapsz. Inkább Minion. Eros. Ez az. Rage-et használsz ebbe a deckbe, úgyhogy ezt fogok kérni. Ezt láttam, úgyhogy szerintem jó. És a 62 hog is nagyon jó. Legyen 16 Skeleton Army, és a Legendary pedig... Lumberjack lesz, hogyha egyik sincs. Inkább Lumberjack party vagyok én, hát ha a Rage-et behelyettesíted Lumberjack-kel. Ebben amúgy nem vagyok biztos, sőt lehet, hogy a Lava Hound-nak jobban örülnél, ezt nem tudom pontosan. De Lumberjack-et szeretnék inkább választani, remélem nem bánod. És még egy Dark Prince tudtam neked itt a végén szerezni. Ciao Gagyidas, 1000 éve nem nyitottam nálad, most viszont fogok. És nagyon közel voltál a Challenger 3-hoz, remélem legközelebb ez már meg is lesz neked a mostani szezonban.
És köszönöm szépen a draft 2. Challenger 2-es draftot. Inkább Archers. Á, nem lesz lega. Gyerekek? Ilyet. Nice golem. És mintha használnád a klónt. Vagy legalábbis ennek látszatját véltem felfedezni. Ma még nem volt. Basszus, még ilyened is van. Nézem a deckedet, egy tipik Lavalun deck, úgyhogy nagyjából tudni fogom, hogy miket válasszak a Legendary Kingbe. És kivittél 12 win-re egy Classic Challenge-et, ezért hatalmas respect. És gratulálok, amúgy a mi klánunkba vagy. Most jöttél be, igen, úgyhogy remélem sokáig közöttünk leszel. Egy X-bot tudtam most így szerezni neked, így hirtelennyébe. Igen, mindig elfelejtem, mikor, mi és hol van. Folytassuk a Giant-eddel. Ezt azért gyűjtögethetted egy darabig, úgyhogy köszi, hogy most itt így a videóban sort keríthetek a csesztjeidre. Folytassuk ezzel, hiszen kivitted, ezt azért kivittnek lehet tekinteni. És ez nagyon szép eredmény. Egy pici jött mindenből, meg egy darab Prince. Ennek én amúgy most örültem volna, mert nekem a kérés előtt egy Prince kellett volna a level 6-hoz, és akkor nem kértem volna azt a klánba, de Istennek nem akarta beadni a Prince-t. Nem baj. Neked ez most így egy bónusz. Lássuk akkor ezt a Magical-t. Még Magical-ből nem nagyon nyit. O, Collector-t használod. Hát ebből még lehetne, csak szerintem kevés volt a rare. Mega Minion is ott van a szeren. 4 darab Freeze. Folytassuk a Super Magical chesteddel. Hát ha ebből azért már valami komolyabb dolog is lesz. Valahogy eddig elkerült minket a Legendary. De most ne. Nem is fog. Ugyanis itt van, már is villog a kettesnél. Ritka, hogy így van, de most így lesz. És egy darab Sparky. Nem tudom, hogy ez a lávalunos deck... Ja, nem gólem ezzel annyira, legalábbis itt nem. Viszont ezt fejlesztheted, most már rengeteg gólemet kaptál. És itt a Legendary King Chest, de tudom, hogy egy lávalunos deck, szóval próbáljuk ez szerint válogatni neked a kártyákat. Itt mindegy. Mindegyik ugyanott van, ugyanott tart. A Hog is jó, meg a Fireball is jó, de Hog az most annyira nem hasít, úgy látom nálad, vagy nem foglalkoztál vele. Kérek Skeleton Barrel-t, az még mindig jobb, hogyha nem is most használod. Legyenek Fire Spiritek, de majdnem mindegy. Collector, ez egyértelmű. Egyértelmű választás. Nem X-bot fogok, de tök vicces, hogy mindegyik 37/20-as és egyiket se használtad, de most Pekkát kaptál egy nagy adaggal, úgyhogy az már azért elég combos lesz. Hát ebben a mostani deckben... Princess se használod, inkább talán a Minert abból a szempontból, hogy azt fejlesztetted, míg a Princess nem, úgyhogy Minert fogok neked választani. Kedves OPCRP Challenger 3-as draft chest, az igen, elég betyáros. Úgyhogy, wow, köszönöm szépen neked. Remélem tudok neked jókat választani. Ugye? Majdnem mindegy. Egyértelműen Tesla. Meg a Minion. És ott van a Legendary. Balloon. És lássuk, hogy a két lega közül melyiket válasszam. Log vagy graveyard. Hármas a logod? Az igen. Hármas a logod, ami azt jelenti, hogy használod a graveyardot, nem biztos. Logot fogok választani. Bármennyire is furcsa döntés. Köszönöm szépen, kinyitottam végre, úgyhogy a várakozásod immáron a végéhez érkezett. Köszönöm szépen neked, hogy megvártad. Opp, egy kis goldot tudtunk gyűjteni, az nem rossz. És gyűlik a Legendary chested is. Már nem sok kell hozzá. Megmaradt a clan chest is, egy 4 win-es classic. Mindegyikért egy gólemet ki tudtam belőle sajtolni. Az nem rossz. És akkor lássuk a végén a mi kis clan chestünket. Hát ebből nem lesz lega.
ez azért így várható volt. De három vicc, igen, úgyhogy köszönöm szépen, hogy kinyithattam a csesztjeid. Ádámnál vagyok a magyarból, köszönöm szépen, hogy a nagy karakteredet is ideadtad, és gratulálok a Challenger 3-hoz. Nem voltál messze a 4900-tól, tehát a Master-től, hogyha jól számolom, igen, Master 1-től. Úgyhogy talán legközelebb meg lesz, csak így tovább, Ádi, hajrá, hajrá. Hát most mi ezzel mit kezdjek? Mindegy, szerintem melyiket választom. Ebből, de inkább Minion Horde. Kis pénz talán. Most pénzt választottam neked. 25 hog, és nem lesz benne a... Amiért tök szomorú vagyok. Kollektor vagy. Hát a Mega Minion-t jobban használod. Kihaltam, mint a dinoszauruszok ettől a chesttől. És akkor még lesz egy magical is. Ami tök jó. Veled zárjuk a videót most, Ádi. Mert több chest nem hiszem, hogy lesz a héten. Vagy időm nyitni. Chest lehet, hogy lesz. Igen. Nyissuk ezt. Folytassuk a Giant-e. Nem rossz. Pekka. Ó, és Inferno Tower, talán ezt is használgatod. Én bízom benne, hogy így van. Lássuk a klán chestedet. Csak rár volt eddig. És a végén akkor három darab epic. Hát ez se gyakori, de amit látjátok, lehetséges. És akkor nyissuk ki a magical chestedet. Itt a végén. Szomorú vagyok, hogy egy darab legendary-t nem bírtunk nyitni. Se a drabból, se a klámból, se a magicalből. Azért ez egy kicsit most így pack széria. Végre valahára itt lennék Széfinél a klánunkból. Köszi szépen a Challenger 3-as draft chestedet. És 46 kupára voltál a Master 1-től, úgyhogy szép eredmény. Nagyon szép. És remélem, amit most nyitok neked, az szintén hasonlóan szép lesz. De meglátjuk. Vivi, kérek akkor exét. Mindenképpen muskétás. Legendary az garantált, ennek örülök. Tornádót. És a két legendary közül pedig... Miner vagy log, de én úgy érzem, hogy a logot fogod tovább húzni, úgyhogy ki is választottam neked. Ez is szerintem sokkal jobb volt, és akkor még látok Magical Chestet is, úgyhogy azt is meg fogom neked nézni. Mindenképpen. És a Clan Chestet is. Ez az. Oké. Nézzük ezt. Ez akár jó is lehetett volna, de kevés volt a rare. Így hát, három darab Prince a végeredmény, aminek én örülnék speciál. De neked se rossz. Lássuk a Magical-t. Nem mondok semmit, srácok. Legyen rare. Megint kevés. Nem értem. Mi van ma a Magical chestekkel? Négy darab Skeleton Army volt benne. És a végén elpattintom neked a Legendary chestet is. Ha meglátjuk, mi lesz. Infidragon, az úgy elég jó. Az igen, level 3-as és 3/10. Hát akkor itt már bizony hasítasz a level 4 irányába, nem is rossz. Egy X-bot még tudtam neked gyűjteni, úgyhogy remélem annak örülni fogsz, így ajándékba. És ugye gyűjtötted a questet is tovább, úgyhogy nem rossz eredmény. Ezzel zártuk a nyitást, köszi, hogy nyithattam nálad, Széfi. Senki kutyája, majdnem kihagytam a fiókodat, ezért bocsi. Gratulálok a Challenger 2-höz, amit elértél, és itt szerintem tudod, mire célzok. Ki fogom nyitni neked ezt a draft chestet. Remélem a legjobbakat belőle. Hát, ha valami. Eddig oké, Minion Horde. Ebben lesz leg a drága barátom, úgyhogy ennek örülhetsz. Ebben biztos vagyok szinte. Úgyhogy remélem akkor ingyen.
inkább Lightningot használta az utóbbi időben, úgyhogy azt fogok most kérni. A két Legendary pedig Lava Hound, és nincs meg a graveyard, hát akkor én unlockolni fogom neked ezt a kártyát, főleg, hogy a Lava Houndod level 2-es. Használd egészséggel, és gratulálok hozzá, szerintem ez eddig így jó is volt. Úgyhogy megjegyeztem, hogy egy graveyardot nyitottam, és ezzel még nem végeztünk nálad, aminek amúgy örülök. És köszi, itt van a Clan Chest is, meg Giant és Magical Chestek. Tök jó, köszönöm szépen. Oké, nincsen hasra esés, de még hátra se. Tornádó, bizár. Na, Archers az jó neked, Flying Machine se rossz. Ahogy látom, használgattad őket valamilyen szituban. Az igen, hát megint egy adag Flying Machine, pont annyi, hogy tud fejleszteni. Még egy adag Minion, az is nagyon jó. Balum se rossz. Na, egész jó kártyák jönnek neked, így végigmondom, hogy ez is jó, és ez azért van, mert tényleg egész jól dobálja azokat a kártyákat, amiket használsz. Remélem még itt lesz valami finomságunk. Nagyon kevés kártyák. Ó, és bedobta azt is. Hát ebből már nem remélek sajnos. Fireball is a végén. Megint egy adag Lightning, hát nem hiszem el. Ezekből a kártyákból most hatalmas zuhatag volt. És a Magical Chest-ed is haladt szépen, úgyhogy csak így tovább. És köszönöm szépen, gratulálok a graveyardhoz. 32 darab Legendary-t nyitottam, ami ugye tudjátok, hogy mit jelent. 1 perc, 4 másodperc áll Anna rendelkezésére, hogy valamit kezdjen az arcommal. Úgyhogy nagyon vicces lesz, és hogyha készen állsz, akkor bele is vághatsz. Mehet? Amint így elkezdesz az arcomhoz érni, akkor indítom az órát, jó? Úgyhogy először nyugodtan készülj fel, itt az időzítő, mindjárt indítom. Nagyon cuki leszek, már előre érzem. Mehet? Aha. Elindult az 1 perc 4, majd néha mutatom, hogy lássátok. Úgy érzem, ez hatásos lesz. Fordulj felén kicsikén. Gyorsan. Hipertempóval Anna igyekszik valamit kezdeni a szép arcommal. Kicsit lazíts rajta. Köszönöm. Lazíts. Tökéletes. Így állunk időben. Gyere. Nyisd fel a szemed. Maradj nyitva. Ügyes. Oké. Még 27 másodperc. Mit akartam? Ajkaidat kicsit tárd szét. És fordulj kicsit felém. Menjünk van még. 3, 2, 1. És lejárt az 1 perc, 4 másodperc. Remélem ti is számoltátok. Ennyi idő alatt csodákat nem lehet művelni, de Anna, amit tudott, kihozott az arcomból, ez így. Azért szerintem látszik a különbség, remélem így észrevehető a kamerán keresztül valamennyire. Megy a szemüveget, te csukd be a szemedet. Igen, így. Ne ennyire szorítsd, úgy lazán. Hátad, és mekkora szempillái lett? Köszi, nagy szempillák, most már nekem is vannak, eddig nem tudom, mi hiányzott az életemből. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok a videóban, tegnap és ma is végigkövettetek minket, és hát további kellemes hétvégét kívánunk nektek, reméljük jól szórakoztatok. Legközelebb talán következő hétvégén egy ládanyitós live-val jelentkezem a ládanyításokat tekintve, addig is tartogassátok a cseszteket, és majd keressetek meg az elérhetőségek valamelyikén. További kellemes hétvégét. Sziasztok! Csak puszi! Puszi! Jó, elbasztam folyamat.